Itt vagyunk, kezdünk ez a Frontember mai adása a Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Georg Spötlét is. Szervusz, köszöntjük, hogy itt vagy velünk. Szia, kedves Tomi, szeretettel üdvözöllek, és minden kedves nézőnket, hallgatónkat, így egy szép napos péntek reggelen. Elindult az Ultrahang Podcast formátuma, a videó leírásában találnak egy linket a kedves hallgatók, ahol erről videón is beszélek, illetve ahol ezt a podcastet meg lehet rendelni, úgyhogy érdemes megnézni a videónk leírását, és akkor vágjunk is bele a mai témáinkba. Mindenek előtt néhány személyes dolgot fogunk kérdezni, nem olyat, egy kicsit még viccesebbet. Jött egy hallgatói levél, ezzel indítanék. Üdv Tamás és Georg, megint én vagyok. Az első kérdésem az, hogy hány éves Georg? Nem tudom megítélni. Hát figyelj, 50 plusz áfa mondjuk így, tehát nem beszélek pontosan a koromról, de hát sajnos már előre haladott, úgyhogy... Zavar egyébként ennek a örök túlzott. Amúgy zavar a korom, igen, bevallom. Tehát elég, most idézőjelben hiú vagyok, de zavar a korom. Tehát nem túl jó dolog megöregedni, sőt, inkább rossz. Pedig engem egyébként mindig az bátorít, amikor egy időnként ismerem az évszámotokat, hogy még sok-sok év múlva is lehet fiatalnak lenni. Ez így van, vagy hogy mondani szoktam, nem vagyok öreg, csak régóta fiatal. Na jó. A hajam sem ősz, hanem ez is szőke, tehát így lehet szépíteni a dolgokat. Igen, de akkor most belőlem előjön ez a kötözködő újságíró, hogy oké, hogy 50 pluszos, de 60 pluszos is? Nem. Tehát akkor 50 és 60 között. Na jó, és akkor most jön a másik ilyen nagyon jó kérdés. Lehet, hogy csak vaklárma, de én azt hallottam, tudod, a barát barátjától, hogy Spötle korábban a Stáziban szolgált. Engem speciál nem hat meg a dolog, lévén, hogy a Stáziról sok rossz elmondható, de az nem, hogy ne lettek volna hatékonyak az emberei. Na figyelj, ez a legrosszabb, ez a barát barátjától. Figyelj, mivel hogy a nyugat-német fegyveres erőknél szolgáltam, és utána a nyugat-berlini rendőrség terror elhárításánál, tehát én a Stázinál, azaz pontosabb nevén Staatssicherheitsdienst, ami ugye a kommunista NDK-nak volt a titkos szolgálata, egy valóban nagyon jól működő hatalmas szervezetről beszélünk, tehát ha annak lettem volna a tagja, hát akkor én körülbelül most szabadulnék egy nagyon hosszú börtönbüntetésből hazaárulás miatt, tehát ezt olyan 15 és 25 év között szoktam éltányolni ugye a német bíróság, hogyha valaki a Stázinak dolgozott, tehát nem voltam a Stázinak tagja, tehát pont ilyen érdekes, most ültem az autóban, mert elvittem páromat dolgozni, és pont erről volt szó a Retro Rádióban, hogy milyen rossz az, ha ilyen valaki mondta, hogy hallotta, hogy a legjobb barátjának a húga, és azt tudja, hogy, és akkor így indul egy ilyen fake news, tehát ez nagyon durva lenne. Nem, tehát nem voltam Stázi tag, semmilyen titkosszolgálatnak nem voltam soha tagja, mert miért lettem volna, tehát becsületesen katonaként, rendőrként, most meg újságíróként keresem a fizetésem. Viszont nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert találkoztam volt Stázi nökökkel, mégpedig hárommal is, két hölgye nagyon érdekes körülmények között a Közel-Keleten. Az egyik gyermekorvos nőként dolgozott Damaszkuszban, és ismeretség által kerültem vele kapcsolatba, és akkor úgy beszélgettünk is, úgy mondta, hogy neki milyen honvágya van, és hát mondom, hát akkor miért nem jössz haza egy pár napra? Hát mondja, hogy ő már nem mehet, mert hát ennek elég komoly oka van ugye a múltja, mert az NDK-ban dolgozott, és hogy olyan magas szinten volt a szervezetben, hogy soha többet nem térhet haza Németországba. A másik hölgy pedig Jordániában egy kis városkának, így a szuvenírboltjában árult így csetreszeket, és vettem ott valamit, nem tudom már, vízipipadohány, ez az, bármit, és lényeg az, hogy szóba egyelettünk, és akkor ő is mondta, hogy hát olyan szívesen hazamenne, de hát, hogy ő sem tud, mert hogy, ugye, és akkor mondta, hogy hát nem, nyilván nem mondta azt, hogy Stázi, de hát egy olyan szervezetnek dolgozott, hogy felelősségre vonná őt a bíróság, és inkább marad a Közel-Keleten, mint hogy sok évre börtönbe menjen. Viszont megismertem egy nagyon jó fej srácot, aki a Stázinak dolgozott, mégpedig lehallgatási specialistaként, tehát hangmérnöki végzettsége volt, és utána csatlakozott a Stázihoz, de én úgy ismertem meg őt, hogy az újraegyesítés után a kedvenc fegyverboltomba dolgozott, ahol rendszeresen mementem fegyverolajért, ezért, azért, új fegyvertokért, és összehaverkodtunk, mert láttam arra, hogy egy intelligens, nagyon jóra való fickó, és valóban az, és odáig fajult aztán a barátság, hogy beültünk kajálni, és akkor így sülcsülök, meg sör közben elmagyarázta, vagy elmesélte inkább az élettörténetét, hogy ő azért ment a Stázihoz, hogy utazhasson.
Tehát neki az volt már gyerekkorában, hogy az NDK-sok, mint tud vélet, nem utazhattak, max így a szovjet blokkon belül, tehát eljöttek a Balatonra, elmentek a Bolgár-tengerpartra, vagy mondjuk Romániába, a Fekete-tengerhez, de nyugatra nem. És ő meg egy ilyen hasonló volt neki, ugye a lelki beállítottság, mint az enyém, tehát ilyen kalandvágyó, ilyen keresni mindig az érdekes dolgokat a világban, imádott utazni, és mondja, hogy tudta, hogy az az egyetlen lehetőség, és mivel hogy hangmérnöki végzettsége volt, mondta, most vagy elmehet valamelyik rádióhoz, vagy tévéhez, de hát az uncsi, hanem jelentkezett a Stálihoz, és ott örömmel fogadták, és őt küldték szerte a világba, hogy különböző objektumokat le kellett hallgatni. Értelemszerűen a Stázi ugye a saját emberét is lehallgatta, tehát az NDK nagykövetségeket Chilétől kezdve az Egyesült Államokig mindenütt ugye be kellett poloskázni, és ki lett volna erre alkalmasabb, mint hangmérnökök. Tehát telepítette a poloskákat, és ilyen feladatokat végzett, és ő mondta, hogy imádta a munkáját, mert így Argentinától kezdve afrikai országokig mindenbe tudott járni. Értelemszerűen ugye üzletkötő, diplomáciai útlevéllel utazott, de mondja, hogy egy fantasztikusan érdekes élete volt, és hát miután összeomlott ugye ez a szervezet, akkor gondolkodott, hogy mit csináljon, és pont kerestek eladót egy fegyverboltba, és mondta, hogy mivel sportlövész is volt, szeretett lőni, ez úgy adta magát. Tehát mondom, érdekes emberekkel fut össze az ember így az életbe, tehát így ezek ugrottak be most így spontán a Stáziról. Az benned egyébként soha nem merült fel, hogy ilyen titkos szolgálati, vagy ugye kívülről ez ilyen titkos ügynöki nagyon izgalmas munkát végez, elég volt a katonaság meg a rendőrség? Nyilván persze, így én is ábrándoztam ilyenről mondjuk tini koromba, de aztán elég volt a katonaság és a rendőrség. Tehát én jobban szerettem így egyenruhába szolgálni a hazámat, jobban szerettem mondjuk úgymond így az első fronton lenni, mint valahol a háttérben. Foglalkoztatott a kérdés, aztán olvastam például egy nagyon érdekes könyvet is erről, amit egy német pszichológus írt, hogy mennyire ferdül a titkos szolgáknak így a személyiségük, a lelkivilágokra nagyon sok nyomot rábélyegez az, hogy folyamatosan hazudniuk kell. Ugye hazudniuk kell a külvilágnak, hazudniuk kell még a szeretteiknek is. Tehát ahogy így ez a hangmérnök haverom is mondta, hogy például neki se tudta, nem volt családja, tehát feleség meg gyerek, hanem mindig azért voltak aktuális barátnői, meg hát ugye van egy baráti kör, és hát értelemszerűen ott is ugye hazudozott, hogy üzletkötő és minden robotron, elektromos írógépeket ad el Afrikába, Dél-Amerikába, itt-ott, és hogy mennie kell ugye valamilyen üzletet kötni, tehát senki nem tudta, hogy a Stázinál dolgozik. És el tudom képzelni, hogy azért az ember ugye a munkája folyamán nyilvánvalóan érintkezik ügynökökkel, de ugye róla, hogy azok, mivel hát ez, ahogy a nevében benne van, titkos szolgálat, tehát ez a dolog titkos, és azért mindenkinek van valamilyen fedő munkahelye, és nyilvánvalóan nem úgy, hogy most hol dolgozója, kém vagyok, hanem mond valamit, hogy ezt is ezt csinálja, mondjuk üzletkötő vagy hangmérnök, és akkor végzi a munkáját. De mondom, tehát ez engem úgy kicsit elrettentett, egy nagyon komoly könyv volt, és a Bundesnachrichtendienstnek, a Német Szövetségi Hírszerző Hivatalnak a pszichológusa írta, és az mondta, hogy ahogy ő így érintkezett ügynökökkel, hogy látta, hogy milyen személyiség deformitásokat szed össze, most ez hülye hangzott, tehát mentálisan sérültek a hosszú éves szolgálatban, mert ez az állandó hazudozás, a bujkálás értelemszerűen a terepen kint vagy veszélyes ellenséges területen, akkor azért a félelem is, tehát sokkal jobban nyomot hagy bennük, mert azért nem olyan kint lenni ügynökként terepen, mint katonaként, ahol ott vannak a bajtársaid, ott van a fegyverzet, ülsz mondjuk egy páncélozott handiba, sokkal komfortosabban is védve érzed magad, mint hogyha ügynökként fegyver nélkül terepen kimész mondjuk Szomáliába, és ott mondjuk információkat kell gyűjtened, és ugye senkire nem számíthatsz, meg semmire nem számíthatsz, még arra se, hogy mondjuk berohanja saját követségedre, mert mondjuk nincs ott követséged. Szóval ez a különbség a munka között, tehát nagyon bátor és nagyon elhivatott emberek végzik ezt a munkát. Mondom, úgy diákként vagy tiniként persze elgondolkoztam rajta, de akkor igazából ugye a hadsereg, ejtőernyőzés, ezek sokkal jobban vonzottak. Meg ha már ebbe így belementünk, akkor arról mesélj egy kicsit, légy szíves, hogy a te szakmát, tehát a fegyveres rendvédelmi szerv vagy katonai szervnél eltöltött időszak, az mennyire kedvez így a családalapításnak, párkapcsolatnak, így az emberi kapcsolatoknak? Hát annyira, hogy semennyire. Tehát ahogy soha nem voltam házas, ahogy nem alapítottam családot. Ez, ha elhivatott vagy és komolyan veszed a munkádat, akkor igazából talán jobban teszed, ha nem házasodsz meg. Sok kollégám, bajtársam csinálta, megházasodtak, el is váltak egytől egyik,
vasárnapi apukák lettek, vagy egyáltalán nem látták már a gyerekeiket, attól függ, hogy hogy mentek szét a párjukkal. Bonyolult, macerás dolog, mert nekem is voltak például olyan feladataim, hogy mondjuk több hétre el kellett mennem a Közel-Keletre, vagy ugye Afganisztánban közel 2 évet voltam. Nyilvánvalóan egyetlen egy kapcsolat nem bírja ezt ki. Tehát mikor az első turnusra mentem Afganisztánba, volt egy barátnőm, de hát körülbelül 2 hetet bírt ki nélkülem, és utána már be kellett, hogy pasizzjon. Ezt utána meg is írt egy e-mail formájából, hogy ja, bocs, de hát akkor most szakítsunk. Ezt tehát hogy meg nem... az ember, miközben ő meg ott küzd Afganisztánban? Hú, nagyon rosszul. Tehát ez brutálisan rosszul éled meg. Tehát tökre depresszióba esel, nem tudsz a feladataidra annyira koncentrálni. Értelemszerűen egy idő múlva az persze elmúlik, meg ott vannak a haverok, meg segítenek, hogy erre ígyunk egy sört szolgálat után, dumáljunk, fú, velem is ez történt, meg minden, tehát a bajtársiasság az átsegít ezeken a dolgokon, ezért is nagyszerű, hogyha jó bajtársaid vannak, akik jó fejek és kiállnak melletted, de amúgy nagyon megviselt, mert nagyon szerettem a lányt, és nehéz dolog, tehát tényleg ott vagy egy háborús övezetben, és nem csak magadra kell vigyázz, hanem a bajtársaidra is kell vigyázz, ha mondjuk te állsz például a Hanvinak a tornyában a gépfegyvernél, akkor nyilvánvalóan most nem kalandozhatsz el, hogy most nem tudom, Zsuzsira gondolj, mert hogy, hanem neked figyelned kell, hogy mondjuk a következő kanyarba nem futsz-e bele éppen egy tálib lövészbe, és ha nem figyelsz oda, nem csak te mehetsz rá, hanem a kedves bajtársad is rá mehet, akit mondjuk tényleg testvérként szeretsz. Úgyhogy nem jó dolog ez, de sajnos nem én voltam az egyetlen, nagyon sok bajtársam belefutott, hogy pár hónap, fél év valami, és akkor bejelentkeztek ott barátnők, feleségek, hogy te figyelj, vége, nem akarom ezt így tovább, mert itt én nem szeretek rettegni miattad meg, itt van a szomszédban Heinz, aki mindig itt van. Úgyhogy játszottak ott le emberi tragédiák, és sírtunk egymás vállán a szó legszorosabb értelmében, tehát hullottak férfi könnyek, és nem volt ez így jó időszak, és mondom, utána volt pár kapcsolat, ami nagyon hamar véget ért, már csak azért, mikor mondtam, hogy figyelj, most 3 napra el kell mennem valahova a Közel-Keletre, de hova, de minek, arról nem beszélhetek, na ez már nem tetszett. Aztán volt olyan, hogy a 3 napból 2 hónap lett, na hát persze, hogy nem várt meg, vagy amikor mondjuk... És volt olyan, amikor féltékenyek voltak, hogy biztos te ott Afganisztánban nagyon jól érzed magad annyi csinos arab nő társaságában. Ó, persze, hát mondjuk Afganisztánban nem arabok vannak, de lényeg az, hogy volt ilyen, persze, fú, el kellett mennem Djiboutiba, soha nem felejtem el, és pont volt egy nagyon szép, de nagyon féltékeny spanyol barátnőm, és ő találta azt ki, hogy én nem is Djiboutiban voltam, hanem ő látott valami tévéműsort, valami hamburgi közvetítést egy koncertről, és hogy én ott voltam valami szőkenővel, mondom, ez bullshit, de hogy voltam ott. Megmutattam az útlevelemet, hogy bele volt pecsételve a Djibouti nemzetközi reptéren a belépés. Mondta, hát ilyet bárki hamisíthat. Szóval persze, hogy voltak ilyenek is, de mondom, volt olyan is, hogy nem tudom, 2-3 randit, hú, nagyon tetszett egyszer egy szőke lány, akit egy kávézóban ismertem meg, és 3-szor futottunk neki, hogy találkozzunk, hogy megbeszéljünk egy randit, és mindig valami közbe jött. Mondom, lehet az Istenek így akarták, hogy ne jöjjek vele össze, de a harmadik lemondás után, mikor felhívtam, te bocs, ne haragudj, ma se tudok elmenni, és nem tudunk együtt vacsizni, akkor mondta, na jó, akkor felejtsük is el, mert a 3 azért az már egy kicsit sok, hogy így lemondod a randit, nyilván nem is akarod, hiába mondtam, de hogy nem, minden csak a szolgálat. Ez ilyen régi idők, de akkor is ugye még csipogó volt, meg minden megszólalt, telefonálnod kellett, menned kellett, úgyhogy hát ilyen a rendőri munka, tehát nem tudsz nemet mondani, mert ha szolgálatban vagy, és rossz volt főleg nyáron, amikor úgy hallgattad az autórádiót útban a laktanya felé, és akkor 33 fok van, már mindenki indul a strand fele, hát én megindulok a laktanya fele, gondoltam, úgyhogy jó, a lányok ezt nem szerették, és mondom, én szerencsére olyan beállítottságú vagyok, hogy én nagyon szeretek egyedül lenni. Én az a született aglegény vagyok igazából. Én egyedül sem unatkoztam, soha marha jól el voltam. Voltak hosszú szingli fázisaim. Soha nem voltam olyan, hogy nekem most fú, mindenképpen barátnő kell, vagy csajozni kell, vagy one night stand kell. Én marha jól el vagyok, én tudok főzni, én tudok mosni magamra, el tudom magam tökéletesen látni. Van sok barátom, aki például, mikor mondjuk szakított velük a barátnőjük, vagy elment az asszony, nem tudták, hogy a mosógépet hogy kell bekapcsolni, vagy hogy most hideg vagy forró vízbe kell betenni a spagettit, hogyha főzni szeretne. Úgyhogy én szerencsére nem, tehát engem ilyen önállóra is neveltek nagyszüleim, megtanítottak, hogy kell egy gombot felvarni, Nagyim megtanított, hogy kell vasalni, tehát meg tudok oldani mindent magamnak, nem vagyok kapcsolatfüggő, és ez marha jó, és ez átsegített azon, hogy igazából én ezeket az éveket úgymond élveztem is, és amikor szingli voltam, akkor
igazából nem volt semmilyen nyomás rajtad, hogy most fú, most föl kell hívni egy lányt, vagy most vár, vagy ő mit csinál. Egészséges féltékenység azért mindenkiben benne van. Én marhára nem vagyok, soha nem voltam féltékeny, mert a bizalom az nálam adott. Egyszer lehet eljátszani, akkor el van játszva, de soha nem volt ilyen, hogy mondjuk megnézem egy barátnőm telefonját, megpróbáljam feltörni mondjuk a Facebookját, vagy a Gmailt, vagy valamit, hogy most kivel levelez, hol van, mit csinál. Ha azt mondja, hogy elmegy a barátnével bulizni, akkor hajrá, mondom, érezd jól magad, hazafele gyere taxival, azért ne éjszakai busszal, mert az nem túl egészséges. De soha nem volt meg, és mondom, én ezeket az éveket így tök jól, talán sokkal jobban átvészeltem, mint az, aki mondjuk házas volt. Ott történt egy törés, ahol már gyerekek is voltak, tehát az sokkal tragikusabb, mint hogyha az ember egyedülálló, aztán úgy megrántja a vállát, sír egy kicsit, iszik egy-két sört a haverokkal, aztán utána megint jól van. Köszönöm szépen, hogy erre a kérdésre ilyen őszintén válaszoltál, és bizonyára talán így jobban betekintést nyerhettünk abba, hogy mi zajlik így érzelmi meg családi szinten. És ott kapcsolnám össze a mostani helyzettel, hogy nyilván az orosz-ukrán háborúban is rengeteg katona harcol mind a két oldalon, rengetegen vesznek részt. És talán kevesebbet beszélünk így az emberi kapcsolatok oldaláról, hogy nyilvánvalóan miközben a katonák a fronton vannak, közben akik otthon maradtak, valószínűleg hasonlóképp élnek meg nagyon sok mindent, mint amiről most te is beszéltél az elmúlt időszakban. Szerinted egy háború mennyire tépázza meg a házasságokat, családokat, emberi kapcsolatokat? Hát ugye ez mindig attól függ, hogy mennyire szeret téged valaki, vagy mennyire vár rád. Mert azért az esetek nagy részében azért úgy megvárták azt a fél évet, egy évig, amíg a katonatársunk ugye kint volt, vagy én kint, hát mikor én kint voltam, nem vártak meg, úgyhogy pont rossz. De esetek nagy részében igen. Ez mondom, attól függ, hogy mennyire szoros az a kötelék. Azt vettem észre, amikor ezek a házasságok már régóta tartottak, például idősebb bajtársaknál, akik mondjuk már 40 évesek voltak, és 15 éve házas, ott sokkal nagyobb arányban együtt maradtak, inkább azok mentek szét, akik ilyen nagyon fiatalon, mondjuk 21-22 évesen megházasodtak, kijöttek egy misszióba, és a lány úgy nem tudom, még igazából abba se érte bele magát, hogy most házas, tehát egy komoly kapcsolatban benne van, és mondjuk nem bírt ki 6 hónapot, soha nem fogta magát, és utána lelépett valami más szép szállegénnyel, aki csapta neki a szelet. Tehát, hogyha megvan ez a bizalomra épülő ilyen mélyebb fundamentum szeretet, akkor sokkal inkább együtt marad egy pár, mint hogyha az egész még egy kicsit olyan nem azt mondom, hogy kezdetleges, de nincs olyan alapja annak a kapcsolatnak, mert esetleg csak egy éve, két éve vannak együtt, és hirtelen felindulásban mondjuk össze is házasodtak, találkoztam olyannal is, hogy jaj, vagy mielőtt kimegyek Afganisztánba, házasodjunk meg, és akkor feleségként vársz rám, csak mondjuk 4 hónapja voltak együtt, tehát, és ugye lakva ismeri meg az ember a másikat, van ez a közhelyszerű közmondás, de ez nagyon így van, tehát maximálisan így van, hogy együtt kell élni, ismerni kell a másiknak minden gesztusát, minden rigójáját, milyen, hogyha rossz kedvű, milyen, ha jó kedvű. Nagyon meg kell ismerni, tehát a házasság az egy olyan döntés, én mondjuk soha nem éreztem magam elég életnek a házasság szentségére, bevallom én ilyen. Még eljöhet ez a pont. De hát, mondom, ez ilyen, tehát persze, hogy megtépázza, és nyilvánvalóan a legrosszabb szerintem a szülőknek, akik féltik a gyerekeiket. Tehát én annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mint hogyha egy szülő a nap 24 órájában azon aggódik, hogy jaj, a lányom, a fiam, aki most kint van a fronton, mi van vele, hogy lehet, aki nézi a híreket, vagy épp ellenkezőleg nem meri nézni a híreket, azért, hogy nehogy mutassanak valami borzalmat, hogy ott bombáznak, tüzérségi támadás van, és hogy jaj, hát ha éppen ott volt. Tehát ez a borzalom, és még picit visszaugrani Afganisztánra, ott volt olyan például, voltak olyan helyi erők, akik a katonai táborban dolgoztak nálunk, és olyat csináltak, hogy összegyűjtöttek borítékokat a szemetes kukákból, és ezáltal ugye tudták, hogy kinek hol van a családja. És írtak, képzeld el, olyat csináltak, hogy meghamisították a Német Védelmi Minisztériumnak a fejléces levelét, és kiküldtek a családoknak olyan levelet, hogy a fiúk hősi halott, hogy elesett. Hát borzalmas emberi tragédiák játszottak le, és utólag volt, hogy csak 2-3 nappal később derült ki, hogy a gyerek él, semmi baja, csak ez így a pszichológiai megtévesztés, vagy pszichológiai hadviselés keretében történt, hogy a tálibok ilyen leveleket küldözgettek, hogy demoralizálják ugye a Heimatfrontot, tehát az otthon maradtakat.
aztán utána meg kellett semmisíteni a borítékot, tehát utána minden barakba kaptunk ilyen úgynevezett ilyen papírwolfot, tehát ezt a papírfarkast, ami ledarálja a cuccost, és nem volt szabad semmit kidobni, amin név, amin cím volt, hogy ne következzen ilyen, hogy beazonosíthassák, és utána a szemétszedést is már nekünk kellett elvégezni, tehát a afgán erőknek nem volt szabad hozzáférni semmihez, amiből információt kinyerhettek volna mondjuk a katonák lakcíméről, mert akár azt is legrosszabb esetben lehetett volna képzelni, hogy úgy állnak bosszút, hogy mondjuk családtagokat meggyilkolnak, hogyha tudják a címét, és na, mivel te ölöd a tálibokat, mi megöljük a te családodat. Szerencsére erre nem került sor, de mondom, meg volt a konkrét veszély ennek is. Na menjünk tovább, mert azért aktuális kérdések is jöttek, és akkor ezzel foglalkoznánk. Most ugyanezen hallgatunk, aki még a stázis múltaddal volt kíváncsi, azt írja, hogy miután az oroszok kiürítették Herszont, nem félő, hogy az ukránok vegyi fegyverrel próbálkoznak majd, hiszen bár jól tudjuk, hogy semmi sem érdekli őket, hogy az orosz ajkú kisebbség él vagy hal-e, de a civilek kivonása csak még inkább kívánatosabbá teszi az ilyen fegyverek alkalmazását. Attól most tekintsünk el, hogy Ukrajnának nincs hivatalosan vegyi biológiai fegyvere, kb. Annyira nincs neki, ahogy Izraelnek sincs atomja. Bár szerintem Izraelnek hivatalosan is van atomja. Hát azt mondom félhivatalosan, de állítólag valamilyen 140 taktikai atom robbanófejük van, legalábbis ők ezt kommunikálták ide természetesen félhivatalosan, csak azért, hogy az ellenségek például Irán féljen tőlük, vagy a szomszédos arab országok azért, ugye a mihez tartás véget tudják, hogy mire számíthatnának. Tehát erre nincs garancia, mint ahogy arra se volt például, hogy melyik fél vetette be, ugye Szíriában például, ahol szintén volt gáztámadás, nem konvencionális hadivegyi fegyverekkel, hanem klórgázt vetettek be. Ugye a klórgázból elég, hogyha van néhány palackom, azokat a hadjövezetbe felrobbantom, és ugye aki belélegzi, nagyon súlyos égés szenved a felső légutakban. Úgyhogy csúnya dolgok ezek, nem kizárt, de ha ez kiderülne, akkor nyilvánvalóan az nagyon erősen diszkreditálná az ukránokat, tehát nagyon erősen beégnének ezzel. Nyilvánvalóan kétszer is meggondolják, hogy ezt bevessék, ugye azért ismerjük az ukránokat, ahogy volt ez a piszkos bomba ügy, el lehet képzelni, de mondom azért a világ szeme eléggé rajtuk van, és hogyha kiderülne bármelyik hadviselő félről, tehát legyenek azok az oroszok, legyenek azok az ukránok, hogy ilyen nem megengedett fegyvereket, tehát ABC, tehát nukleáris, biológiai, vagy pedig bakteriológiai fegyvereket vetnének be, annak nagyon csúnya következménye lenne, és ha mondjuk ez kiderülne az ukránokról, akkor nyilvánvalóan nagyon sok nyugati ország átgondolná, hogy akar-e még nekik segíteni. Úgyhogy én ezt így vélem, és reméljük, hogy nem is fogjuk ezt megtudni, mert nem kerül rá sor. Ugye közben állítólag az oroszok feladták Herszont, vagy hát nem csak állítólag, hanem azt is kommunikálták, amivel kapcsolatban vita van, hogy ez most egy csapda, tehát hogy így akarják csapdába csalni az ukránokat, vagy valóban nem akartak az élő erőkkel ütközni, és nem akarták szembe találni magukat az ukrán hadsereggel, és ezért történt a visszavonulás. Te hogy látod? Én is inkább így látom, tehát ahogy Igor Konasenko altábornagy, meg Szergej Szurovikin tábornok ezt kommunikálták, hogy kivonták azért a csapatokat, mert nem akartak orosz áldozatokat, sík területen fekszik Herszon városa, nagyon nehezen védhető, és inkább visszavonultak egy Dnyeper folyónak a keleti oldalára, és ott beássák magukat, tehát ott akarják valószínűleg meghúzni a folyónál majd a határt. Én azt mondom, hogy igen, ebben van ráció, tehát azért a modern amerikai fegyverek, illetve hát úgy mondom, inkább a NATO országoktól kapott modern fegyverek, meg azért az ukrán hadseregnek a létszáma, azt mondom, hogy hatott oly annyira, hogy így sík terepen nem akartak egy nyílt összetűzést az ukránokkal, inkább visszavonultak. Amit az ukránok most kommunikáltak, hogy 40 települést ott a déli front szakaszon visszafoglaltak, az valóban azt bizonyítja, hogy az oroszok visszavonultak, tehát nem csak egy ilyen taktikai játékot űztek, viszont azért az ukránok óvatosak, most felderítő csapatokat küldtek,
és óvatosan nyomulnak előre a Herszoni nemzetközi reptér felé, tehát még mindig attól tartanak, hogy mondjuk alá van aknázva a terep, vannak azért még orosz speciális alakulatok, akik esetleg mondjuk rakétazápolt vagy golyózápolt zúdítanának rájuk, hogy gyengítsék az ukrán hadsereget, nagymértékű veszteségét okozzanak. Nyilvánvalóan drónok is fönt vannak, meg hát ahogy már többször említettem, ugye a CIA, az NSA azért mindig küld műhold felvételeket, meg a saját kém drónjainak, meg kém repülőgépeinek is a felvételét az ukrán partnernek, és nyilvánvalóan ott is figyelik, hogy milyen csapatmozgások vannak, tehát azért nagyjából tisztában vannak vele, ugye, hogy hány orosz katona, milyen tüzérség, milyen páncélozott járművek és egyéb egységek állomásoztak ott, és látják, hogy ezeket mind kivonták-e, vagy mondjuk 20 darab páncélos hiányzik, mert nyilvánvalóan akkor azokat valahol elrejtették, és céljuk van vele. Tehát nyilvánvalóan azért nagyon komolyan kielemzik ott a helyzetet, így a levegőből szerzett információk segítségével, meg hát el tudom képzelni, hogy élőerős kémkedés is folyik, tehát azért vannak ukrán vagy amerikai ügynökök az orosz hadseregben, mint ahogy nyilván az ukrán hadsereg ebben is vannak orosz ügynökök, akik információkkal szolgálnak a másik félnek, és nyilvánvalóan igyekeznek elkerülni mind a két oldalról az, hogy komoly veszteségek legyenek. Szerintem ugye a nap végére, legkésőbb hétfőre ez már ki fog derülni, hogy sikerült-e teljességében visszavenni Herszon, mik az oroszoknak a további terveik. Tehát én is csak ugye azt tudom, amit hivatalosan mondjuk a Rosszia vagy a RIA Novosti televíziós csatornák ugye kiközvetítenek, amit a tábornokok mondanak. Most azt mondom, higgyük nekik, utána meglátjuk, hogy az ukrán fél erőre nyomulása az ellenállásba fog ütközni, vagy pedig ugye csont nélkül elfoglalják Herszon, mint hogy állítólag ellenállás nélkül 40 települést vettek vissza már a környéken. Szerinted mennyire tépázza meg ez a mostani helyzet Oroszországnak akár a nemzetközi hírnevét, akár a befele szóló közvéleménynek szóló kommunikációt? Nézd, a közvélemény mindenképpen azt mondom, hogy egy kicsit most úgy forgatja a szemét, és presztízveszteségnek tekinti ezt. Tehát mindenki azt mondta, hogy most elvesztették ugye Herszont, az egyetlen megyeszékhelyet, amit az Orosz Föderáció birtokolt. Mindenki arra számított, hogy Herszont tartani lehet, és Herszonból akár elindulhat nyugat fele egy újabb offenzíva Odessa irányába. Én is, hogyha visszaemlékeznek mind a kedves nézőink, mint pedig te is, Tomi, tehát ezt nem azt mondom, hogy jósoltam, azt nem szoktam, de ezt feltételeztem még egy 2-3 hónappal ezelőtt, hogy egy nagyon erős hídfőállást ott kialakítanak, és utána ott csoportosítanak annyira a újabb egységeket, hogy el tudjanak indulni a tengerparton Odessa felé, akkor akár abból egy sikeres akció is lehet, és elvághatják szinte az ukránokat teljesen a tengeri kijáratoktól, és ugye Odessa eleste, az ez egy nagyon komoly presztízsveszteség lenne, meg a legnagyobb kereskedelmi kikötőjük kiesne, tehát az tényleg egy nagyon komoly szkór lett volna az oroszok részére. Ez nem történt meg. A visszavonulás ugye az mindig egy fájó dolog, tehát van, hogy taktikai visszavonulásra van szükség. Én is voltam már ilyen helyzetben, de ezzel meg tudod menteni mind a magad, mind a bajtársaid életét. Jó, nekem nem egy egész hadosztállyal, csak párunknak kellett taktikailag visszavonulni, mert olyan táli tűz alá kerültünk, de ez egy teljesen más dolog itt, amikor tényleg több ezer vagy több tízezer katonát kell mozgatni, nehéz tüzérséget kell mozgatni, páncélos hadosztályokat kell mozgatni. Ez annál már komolyabb, és nyilvánvalóan a katonák is érzik, hogy ez fájt nekik, hiszen harcoltak ezért a körletért, és most ezt el kell hagyni, kvázi visszavonulnak. Nem egy jó érzés senkinek, sem az egyszerű katonának, sem pedig annak, aki kiadja a parancsot erre. Meglátjuk, hogy mi lesz, nyilvánvalóan ezeket a katonákat valahol majd átcsoportosítják, el lehet képzelni, hogy valahol majd a fronton lesz egy új áttörés orosz részről. Mondom, ezt a következő napok fogják eldönteni. Mondtad, hogy te neked is volt részed visszavonulásban. Van különbség a hirtelen visszavonulás, tehát amikor tűz alá kerülsz, és emiatt kell visszavonulnia, illetve az ilyen stratégiai visszavonulás között, amikor össze kell pakolni minden felszerelést, mindent, és akkor azzal nagyon hosszan kell menni. Nyilván, mert ha mondjuk 2 Humvee-val csinálsz egy brutális fordulót, tehát kvázi driftelsz, ami szinte lehetetlen, de van az a helyzet, hogy megcsinálod, akkor az egy teljesen más visszavonulás, mert amikor egy magaslatról, tényleg nehéz géppuskákról több helyről tűz alá vesznek, akkor ott nincs értelme belemenni egy állóháborúba, mert nem tudod, hogy hány ellenséges csapat van ott, tehát hány táli mondjuk ott van a térségben. Előfordulhat vannak még tartalékaik, amik téged lekötnek a nehéz géppuskákkal,
melléd vagy mögéd kerülnek, és mondjuk RPG-kkel vagy bármivel tűz alá vesznek, hogy ugye az a szegény magyar katona hölgy is, aki életét vesztette, mert az ő hangjukat is közvetlen közelről oldalról egy RPG-val támadták, ami áthatolt az ablakon és végzett vele. Úgyhogy ezt kikerülendő, persze az ember gyorsan megfordul és elhúz, ameddig lehet viszonozza a tüzet, hogy azért érezzék ők is a törődést, meg addig is be kelljen húzniuk a buksiukat, de nem bocsátkozol bele egy ilyen tűzpárbajba. Viszont, hogyha egy ilyen stratégiai kivonulás kell végrehajtanod, az már sokkal komolyabb, mikor több tucat vagy akár több száz járművel kell ezt végrehajtani. Előtte ugye 70 ezer embert evakuálni kell, ráadásul ponton hidakon, meg kompok segítségével, mert a hidakat az ukránok lerombolták. Hát az egy nagyon komoly feladat, és látjuk azért ez, az az elmúlt két hétben lekötötte ugye az ott lévő orosz erőket. Közben ugye azért a védekezésre is oda kell figyelni, mert azért a front nem áll, meg azért harcok voltak, ugye nem lesz az evakuációs területtől. Úgyhogy ez nagyon komoly volt, és ez hatalmas logisztikával jár, már csak a civileknek, mondom, 70 ezer embernek az evakuálása az rendkívül sok, akik vitték magukkal a kis batyujukat, az autójukat, állatkáikat, mindent, tehát őket teherautókkal, személyautókkal, ahogy lehetett gyalogosan ki kellett menteni. Ugye közben támadtak az ukránok, tehát vissza is kellett lőni. Úgyhogy komoly feladat, és közben ugye a saját egységeket és tüzérséget, járműveket, meg mindent kimenekíteni, közben még gondoskodni az utánpótlásról is, ugye mondjuk, hogy meg tudják tankolni ezeket a járműveket, legyen elegendő dízelolaj, az ott lévő több tízezer katonának be kellett jönni mindig élelmiszernek, friss ivóvíznek, mert ivóvízellátás már rég nem volt a környéken. Úgyhogy brutális logisztikai feladatról van szó, tehát úgy minden tiszteletem azoké, azoké a csapatot testeké, akik ezt megoldották. És akkor az amerikai választásokról még mindenképpen beszélünk, ugye félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban, sokan sok mindent vártak ettől a választásoktól. Te hogy értékeled az eredményeket, és szerinted ez milyen hatással lesz az orosz-ukrán háborúra? Figyelj, érdekes, ugye még mindig nincs döntés, szakértők mondják, akár hetekbe is telhet. 48-49 az állás, tehát egy szenátusi helyel vezetnek most a republikánusok szerencsére. A képviselőházban ott sokkal jobb az arány, ott azt hiszem, hogy 211 a, nem is tudom, nem akarok most hülyeséget mondani, 197-hez, 198-hoz, tehát jók az arányok, esetleg meg tudod gyorsan nézni, a Fox News szoktam megnyitni, mert ott rögtön a... 211-192, tehát 211 a republikánusoknak és 192 a demokratáknak. Így van, úgyhogy mondom, jó az arány, ugye nyilvánvalóan a republikánusok azt mondják, hogy kevesebb katonai meg pénzügyi segélyt fognak adni Ukrajnának. Nyilvánvalóan ők is azért mondták, hogy nem szüntetik ezt meg teljesen, tehát Ukrajnát azért továbbra is stratégiai partnernak tekintik, meg ha most elvonatkoztatunk egy kicsit a politikától, hogy republikánus vagy demokrata, azért ha úgy nézzük, hogy az Egyesült Államoknak stratégiai érdeke Ukrajnának a megtartása. Mert úgymond egy előretolt helyőrség igazából valahogy Lengyelország mellett, ugye nagyon közel Oroszországhoz. Tehát nyilvánvalóan a későbbi cél az is lenne, vagy az is lesz, hogy Ukrajna NATO-hoz csatlakozzon, és ezáltal ugye erősítse a NATO szövetséget, meg erősítse az Egyesült Államoknak a pozícióját Kelet-Európában. Ugyan nagyon fontos volt ez, mind Magyarország, mondjuk, mind Lengyelország, vagy Csehország szempontjából is, hogy ugye a volt szovjet blokknak az országai most már a NATO-hoz tartoznak, és ugye minél jobban előre tudják ezt tolni közel az orosz határhoz, főleg a most Finnország is mondjuk csatlakozik, akkor úgymond egy ilyen félkaréba véve ott van a NATO igazából nagyon közel az orosz medvéhez, és értelemszerűen tehát ez Oroszországnak a problémája, hogy egy ilyen közeli NATO határ, és ugye a NATO országok bármilyen fegyvereket telepíthetnek igazából nagyon közel az orosz határhoz, tehát ezt akartam Moszkva igazából elkerülni, tehát a Donbasszi népirtás mellett ez volt a következő pont, ami ugye ezt a fegyveres konfliktust kirobbantotta, az, hogy a NATO már túl közel volt az orosz határokhoz. Ez volt a Frontember mai adása. Kedves Georg, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát én köszönöm, hogy itt lettem, jó társaságban mindig repül az idő. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, és remélem következő napokban mielőbb újra itt, és újabb érdekességeket mesélünk, mondjuk a nem stázis múltamról pár kis történetet. Folytatjuk tehát. Köszi a sok jó kérdést mindenkinek. Folytatjuk tehát, és várjuk a hallgatói kérdéseket is a videónk leírásában a hallgatóknak, és köszönjük a figyelmet mindenkinek, szép napot, viszont hallásra.